Magyar tervezés és magyar építés. Kérem szépen, igen, régen volt egy olyan nevű ember, hogy Rubik Ernő. És Rubik Ernő, a ifja, aki úgy emlékszik rá, Hűvös Kocka, annak az édesapja, tervezte, és még papíron és ceruzával ezt a repülőképes szerkezetet, ami a 21. században is itt repül és mutatja magát. Na most azért volt ez a rakottán, ez nagyon nagy szerepe van, hogy rá fókuszáterőként is felújítottan és repülőképes állapotba hozta. De jobbra nézve fejlesztedik a likettes balétfestéssel, egykori balétfestéssel, nosztalgikus balétfestéssel, és a fotósok rajta örömére még egy méterrel van a pálya fölött, kilevettet és most ért föld egy gyönyörű leszállásról. Köszönjük, tapsoljuk meg, mindenki tapsol persze, és és akkor fölötte most egy gyönyörű képpel a korinkarpok és a kokettes és a kárdapos kökerék úszik be méltóság teljesen, csontfúgó hangban próbálunk a hangottól hallani, de elég messze vannak, remélem egy kicsit közelebb jönnek, ugyanis a kokettesnek szintén csillagmotor, mert egy fönthengeres csillagmotor, ami kijött szelet dolgozik. Hát ezt nem tudom, hogy mutassam önöket ezzel a technikai dologba, de szóval azért volt régen a pilótáknak a nyakába a fehér sejemsár, amikor ez a kijött szeletes motor elkezdte közködni okázni az olajat, akkor a szemüvegükkel átröccsen olyan, ezzel a fehér sárral törölték le. Na most ez a fehér sár, ugye nagyon jellemző a pilótákra, a szemüveg, a fehér sár a nyakban. Na most, hogyha nagyon szerelmetesek lettek ezek a pilóták, akkor ezt a fehér sárat, ezt emlékül odaadták. Na most persze vagy tisztán vagy azzal az olajos röcskölésekkel a kedves kiváltó hölgynek, és akkor ez egy felhívás volt a következő találkozóra, hogy esetleg tudnak találkozni, visszakapja. Közben 5 darab két egy 9-es emelkedik majd, a hatalmány közben egy 6 emelkedik majd a levegőbe, meg közben kiszedjük a fokkentőt, illetve a repülőnök lányát. Itt azt olvastam a fokkentőről, hogy hát ez valamikor lánykorában alacsony számadó légkiterkerítő lélektani fegyver volt. Gábor, tökéletes az információt, valóban ezt nem mondtam, nem említettem, de katonai feladattól kezdve civil, postás, futár feladatra használták, valóban, ha meg tudod leszállni, ledobták a csomagot.